napfényes Itália, Vivaldi S. Gyulán címmel barokk hangszeres és oratórikus hangversenyt rendeztek péntek este az Almási Kastély parkjában. Ez a program a tavalyi Gyulai Virtuózok koncert folytatása volt, szintén az Erkel Társaság szervezésében. A programot megnyitó Kónya István Erkel Ferenc munkásságának jelentőségét méltatta, egyben hangsúlyozta, a városban méltó módon őrzik a himnusz zeneköltőjének emlékét, a szülőház működtetése mellett számos olyan programot szerveznek, mely az Erkel hagyományokat élteti, a fiatal tehetségek támogatására pedig Erkel ösztöndíjat alapítottak. Városunk méretét meghazudtoló módon számos tehetséggel ajándékozta meg hazánkat, de van közülük egy valaki, aki talán mindenkit túlragyog, ő Erkel Ferenc, himnuszunk dalszerzője, nemzeti operánk megteremtője. Személyét már életében tisztelet és megbecsülés övezte, mely azóta valódi kultusszá teljesedett ki. A hangversenyen ezúttal is fellépett az Erkel ösztöndíjas Szegedi Réka Panna, aki Vivaldi C-dur furúja versenyének szólistájaként állt a közönség elé. Őt a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Caritas Collectio kamarazenekar kísérte. A folytatásban Csáki András Lisztdíjas gitárművészt hallhatta a közönség. Az est második felében csatlakozott a fellépőkhöz Kővári Eszter Sára és Heim Mercedes, az Erkel Ferenc vegyeskar és a Békés Csabai Bartók kórus. Ők Vivaldi glóriáját adták elő Somogyvári Ákos vezényletével. Az est Mozart Laudate Dominum című művével zárult.